nyíregyházi Kodály Zoltán és a Bárci Gusztáv általános iskolákban működő kórusok közös produkciójával indult a 10. tehetségnap a Vikár Sándor Zeneiskolában. A Mindannyian Mások Vagyunk című rendezvény a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola és az első nyíregyházi Lions Club közös szervezése. Belus Erika régi klubtársunk ötlete alapján jött létre, és az a célja, hogy egy kicsit érzékenyítsünk, hogy az épp egészséges és a problémákkal küzdő gyerekek együtt közösen vegyenek részt ezen a napon, gyönyörködjenek egymás produkciójában, és ez mindannyiunkat emeli, azt gondolom, és hát ez egy ilyen nagyon-nagyon várt program. Minden évben egyszer ez a találkozás megvalósul. Nagyon készülnek rá a gyerekek, nagyon várják a felnőttek, mert talán mi is rengeteget építkezünk ebből. Az egésznapos rendezvény különleges pillanatai közé tartoznak a sajátos nevelési igényű és az épp gyermekek közös programjai. Az éneklés és tánc mellett az együttrajzolásra is jut idő ilyenkor. A tevékenységek között egyéni produkciókat is bemutatnak a gyerekek. Minden egyes alkalommal, amikor itt lehetünk, egy csodát élünk meg. Akkor, amikor ennyi gyerek a Bárcitól, a különböző zeneiskolán keresztül, a Zrínyin keresztül, a többi iskolán keresztül egyszerre itt van és egyszerre énekelt, sír, táncol, nevet, kacag. Én úgy érzem, az mindenki számára egy csoda. Hiszen minden egy gyerekben benne van ez a csoda, ez a gyémánt, amit csiszolnunk kell, amit meg kell találnunk, az a tehetséget. És ebbe úgy érzem, hogy a Lions Club szerep az elmúlt 10 évben, ebben a Mindannyian Mások Vagyunk programban ez kiemelkedő. Én nagyon örülök annak, hogy ez nem csak helyi program, hanem erre felfigyel, a város felfigyel, a sajtó felfigyel, az országos média, itt van a kormányzó, itt vannak a délutáni programban az ország kiemelkedő szakemberei, mindazok, akik a tehetség gondozásba élik le az életüket, és ebbe tevékenykednek, és ezek az emberek felfigyelnek erre a programunknak, érzik, hogy ennek van súlya, van szerepe, és ez a súly, ez a szerep, én úgy érzem, nem jöhetett volna létre a Demarcsek Zsuzsa nélkül, nem jöhetett volna létre az első nyíregyházi Lions Club nélkül, de leginkább én úgy érzem, a legfontosabb, nem jöhetne létre ezeket a gyerekeken kívül, hiszen ők azok, akik itt vannak, ők azok, akik ezt megélik, és hát természetesen itt a pedagógusok szerepét is én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen ők azok, akik minden nap ezeket a gyémántokat csiszolják, minden nap ezeket a gyémántokat alakítják azzá, hogy igazán értékes emberekké tudjanak válni. A Nyíregyházán és vonzás körzetében tanuló tehetséges fiatalok számára szervezett rendezvény példaként szolgál a Lions hazai szervezetei számára. 90 terület van, ahol a szövetség tevékenységet fejt ki. Magyarországon ez a szervezet 1989 óta létezik, azóta egy 40 klubos nagyságrendre sikerült felfejleszteni a tevékenységet, körülbelül 800-an tevékenykedünk ezekben a klubokban, és minden klubnak megvan a saját maga specialitása. Minden klubban megtalálták azt a kört, akivel tudnak foglalkozni, azokat a rászorulókat, ahol tudnak segíteni. A tehetségnapra a Nyíregyháza és környéki úgynevezett tehetségpontként működő intézményekből és szervezetekből, a szakmai programokon pedig a tehetséggondozás területén elismert szakemberek előadásait hallhatta a közönség a Vikár Sándor Zeneiskolában.